Az első világháború, vagy ahogy sokan emlegetik, a háború, amely véget vett minden háborúnak. 1914 és 1918 között 4 éven át tartó, Európából induló konfliktus volt, amely összesen több mint 15 millió ember halálát okozta. Az öldöklő küzdelemben a korabeli gyarmati és érdekeltségrendszer újrafelosztásával végződött. Az első világháború 100 éves évfordulójára tudományos tanácskozással emlékeztek a Nyíregyházi Egyetemen. A tudományos ülésnek a tematikája rendkívül széles spektrumú. Egyrészt lesznek olyan előadások, amelyek hagyományos, tehát tradicionális metodológiával földolgozott problémaköröket érintenek, hiszen ugye a történetírás az első világháborút hosszú évtizedeken keresztül főként hadtörténeti, politika és esemény történeti kontextusban vizsgálta. A Nyíregyházi Egyetem az elmúlt év szeptemberében írt alá együttműködési megállapodást a Magyar Hadtudományi Társasággal. A szervezet a mostani konferencia szervezésébe is aktív részt vállalt. A tudományos fórummal az emlékezés fontosságára kívánták felhívni a figyelmet. A tudományos konferenciának több üzenete is van. Egyrészt ugye 2018 a 100 éves évfordulója, a nagy háború, az első világháború lezárásának. Úgy gondolom, hogy minden ember, minden szervezet számára, akik hadtudománnyal foglalkoznak, kötelesség, de egyáltalán nemzeti kötelesség is megemlékezni a hősökről, a háború áldozatairól, azokról az erőfeszítésekről, amiket a katonák, az ország tettek. A tudományos fórumnak egy rendkívül fontos küldetése van, méghozzá a tanulságok levonása a múltról, mondta el Kis Ferenc a konferencián. A Nyíregyházi Egyetem rektor helyettese kiemelte. A szegénység és a gazdagság között hatalmas szélsőségek alakultak ki, amely szerint, ahogy a történelemben is többször megtörtént már, háborúhoz vezethet. Mert annak idején, amikor a nagy háborúnak is vége volt, úgy gondolták, hogy ezután már nem következhet még nagyobb, és tudjuk, hogy mi következett. Vannak, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen a háború mindig is az emberiség történelmek a része volt. Őskortól hadakozunk egymás ellen, és én ugye a szakmai szemmel nézve is a sajnos a természet ellen is folyamatosan háborút folytatunk. A nagy gondolkodók, mondjuk Hegel is például, vagy Nietzsche azt mondta, hogy ezek egyszerűen szükségszerűek. Mondjuk a nagy háború idején Thomas Mann pedig azt mondta, hogy ez a megtisztulásnak a módja. Nekem erről a gondolatról az jut eszembe, és valószínűleg itt is felmerül majd ez a kérdés, hogy így tisztuljunk meg. Kis Ferenc azt is elmondta, ha háború tanúságai az oktatás részévé válnának, akkor szerinte jöhet egy olyan generáció, akik úgy fogják gondolni, nem háborúval kell megoldani a problémákat, hanem együttműködéssel.